Az ügy előző tárgyalásán készültek ezek a felvételek, egy Tolna és Somogy vármegyék határán működő műszaki vizsgálomáson kért 50 ezer forintot az elsőrendű vádlott az ügyfelétől. Azt mondta neki, hogy az autóján nem látszik a motorkód, mert azt lecsiszolták. A férfi végül fizetett, hogy megkapja az eredetvizsgáról szóló papírt. Otthon viszont észrevette, hogy a kérdéses számsor mégis jól olvasható. Ezután hívta a rendőrséget, csak hogy mivel ő volt a vesztegető, saját magát is feljelentette. Most mindkét férfi ügyében ítéletet hirdetett a bíróság. A másodrendű vádlottat hivatali vesztegetés büntettében mondta ki bűnösnek, ezért 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, az ő vonatkozásában az ítélet jogerőre emelkedett. A pénzt elfogadó elsőrendű vádlott viszont végig tagadott, ettől függetlenül őt is bűnösnek mondta ki a bíró. Az elsőrendű vádlottat hivatali vesztegetés elfogadásának büntettében mondta ki bűnösnek, egy év börtönbüntetést szabott ki a bíróság, 2 évi próbaidőre felfüggesztette a végrehajtást, továbbá még pénzbüntetéssel is sújtotta a vádlottat, és 2 évre eltiltotta foglalkozásának gyakorlásától. Az ügy viszont ezzel még nem ért véget, mert az elsőrendű vádlott felmentésért fellebbezett. A következő tárgyalásra a pécsi ítélőtáblán kerül sor.